És stúdiónk vendége Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Iskola igazgatónője. Mai vendégünk Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen, és én is üdvözlöm Önt. Nemrégiben került rendhagyó módon megtartásra a Györfi Napok rendezvény sorozata. Hogyan zajlott, mennyivel több előkészületet vagy plusz feladatokat igényel egy ilyen online formában megtartott emlékhét? Hál' Istennek mi ezt még az iskolán belül, de jelenléti formában meg tudtuk tartani, bár nagyon át kellett gondolni, két programot ki is kellett, hogy hagyjunk, ez a néptáncgála és a alapítványi bál, ez majd egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, hogyha a járványügyi helyzet úgy alakul, hát ennek az időpontját megmondani ma még nem lehet. A többi programunkat azonban sikeresen megszerveztük, bár csak a saját tanulóink körében. Egy programunk volt, amelyet városi szinten hirdettünk meg, ez a helytörténeti és néprajzi pályázat, és hál' Istennek érkezett a városból is pályázat. A Györfi Napok február 11-én Györfi István születésének 137. évfordulóján kezdődtek. A reggeli órákban a városvezetéssel, a múzeum dolgozóival koszorút helyeztünk el a múzeumparkban lévő Györfi István ülőszobornál. Majd az iskolánkban folytatódott a megemlékezés iskolai keretek között. Iskola rádión keresztül két kolléganő méltatta az alsó tagozaton is és a felső tagozaton is a Györfi István életét és munkásságát, majd koszorúzásra került sor az iskolának az aulájában, ahol már a diák önkormányzat és az iskola vezetése a lelkivezetőnkkel, Gulyás Zsolt plébánossal és iskolán fogalmazott igazgatójával, Pánti Ildikóval került sor. Ugyancsak ezen a napon került értékelésre a Györfi plakát verseny. Ez egy osztályok között meghirdetésre került verseny volt. Plakátot kellett a gyerekeknek készíteni, amelyet a diák önkormányzat értékelt, és ezen a napon került értékelésre. Nagyon szép plakátok készültek. A plakátoknak a témája a Györfi István élete és munkássága, és ezek most is ott ékesítik az osztálytermeknek a fali újságját. A délutáni napon került sor a Györfi Galéria eredményhirdetésére és a galéria megnyitására. Sajnos ezt is csak házi keretek között és nagyon lerövidítve, és csak azokat a gyermekeket hívhattuk meg az eredményhirdetésre, akik díjazottak lettek. Szép számmal érkeztek a Györfi Galériába alkotások. A rajzok, több mint 70 rajz érkezett, ezek nagyon-nagyon sokféle technikával készültek, a kávéfestéstől kezdve a grafikáig, szebbnél szebbek. Két témában érkeztek a rajzok, a kunkapuk, karcagi kunkapuk, illetve a karcagi katolikus emlékek. Nagyon sok szép rajz készült a katolikus templomról, aztán a Kálvária dombról, és sok-sok kunkaput örökítettek meg a gyerekek ezeken a rajzokon. A galériának a másik része a makett. Ezt ebben az évben külön értékeltük, hiszen 15 makett érkezett, különböző technikával készültek ezek is, ugyancsak a kunkapukról, illetve a karcagi katolikus emlékekről. A kunkapuk gyurmától kezdve sógyurma, fából, mézes kalácsból készültek szebbnél szebb alkotások. Elkészült a Kálvária dombnak a makettje is, amely nagyon szép lett, illetve több gyermekünk készített a karcagi katolikus templomról is makettet. Ezek készültek papírból, illetve újrahasznosított anyagokból. Ezeket is értékeltük. Külön díjakat osztottunk, aranyminősítéseket, ezüst, bronz minősítéseket, illetve emléklapot kapott minden tanuló, aki nem került díjazásra. Itt szeretném megköszönni Andrássy Mihálynak, aki mézes kaláccsal járult hozzá a tanulóknak a díjazásához, illetve Gál Andrásné Ilike, aki a Nagykunsági Népművészeti Egyesületnek a titkára, ő pedig a maketteknek a bírálásában volt a segítségünkre.
Természetesen köszönöm a szülőknek és a pedagógusoknak a segítségét, hiszen ők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szép számmal kerültek alkotások a Györfi Galériába. A következő nap a gyerekek által már nagyon-nagyon várt Mozdulj Györfi sportnap volt. A Mozdulj Györfit egy kicsit átgondoltuk, hiszen eddig nagyon sok gyermek versenyzett egyszerre a sportcsarnokban. Erre most nem volt lehetőség, ezért korcsoportonként egyszerre 4 csapat versenyzett, 10 fős csoportokat vagy csapatokat alkottak az osztályok, és ők különböző feladatokat oldottak meg sorverseny formájában, és így került eredményhirdetés a 7., 8., 5., 6., illetve a 3., 4. évfolyamosok között. Természetesen az egész osztály részt vett ebben a versenyben, hiszen akik nem voltak a csapatban, azok pedig szurkoltak a csarnoknak egy-egy sarkában elhelyezve különböző plakátokkal. Óriási volt a hangzavar a csarnokban, hiszen minden osztály azt szerette volna, hogy az ő csapata nyerjen. Itt is első, második, harmadik helyezést osztottunk ki, illetve aztán az egészséges életmódnak megfelelően gyümölcsöt, illetve üdítőt kaptak a gyerekek a versenynek a végén. Itt köszönöm a két testnevelő kollégámnak a munkáját, akik kreatívan újra gondolták a Mozdulj Györfit, és nagy sikert aratott a gyerekek körében. Ezt kifejezésre juttatták később is, amikor a véleményeket kértük, úgyhogy továbbra is szeretnének ilyen sorversenyeket, és természetesen várjuk a lehetőségét annak, hogy ez majd bekövetkezzen. A hétfői napon került sor az immár 26. alkalommal megrendezésre kerülő helytörténeti és néprajzi pályázatoknak az eredményhirdetésére. A téma hasonló volt a Györfi Galériához, a karcagi katolikusok, illetve a karcagi kunkapuk. 25 pályázat érkezett, 14 pályázat érkezett a kunkapukból, 11 pályázat pedig a karcagi katolikusokból. Két bíráló volt, két szakértő bíráló, a kunkapukat dr. Eskovács Ilona néprajzkutatóasszony, a Nagykunsági Népművészeti Egyesületnek az elnöke végezte, a karcagi katolikusokat pedig dr. Kasuba Jánosné, nyugdíjas könyvtáros tanárunk, a Városi Könyvtáros Munkaközösségnek a vezetője, aki hitét gyakorló katolikus. Ugye most nem terjedhetett ki a Györfi Napok rendezvény sorozata városra a pandémia miatt. A gyerekek, a szülők, a pedagógusok bensőségesebben élték ezt meg egymás között, ezt a rendezvény sorozatot, vagy úgy, mintha tényleg bárki jelentkezhetett volna, vagy bemehetett volna az iskolába. Mi volt ennek a ilyen jellegű pozitívuma? Az volt a pozitívuma, hogy sokkal több saját gyermekünket tudtunk bevonni, akár a versenyekbe. Itt gondolok például a Györfi TK-ra, amely a kedden került megrendezésre, hiszen a városból most nem hívhattunk gyerekeket, ezért minden osztályból több jelentkező lehetett a versenyen, 30 tanuló versenyzett, másodiktól 7. évfolyamig. Természetesen ezt is át kellett alakítani, hiszen a hangos olvasásra nem került sor, csak az értő olvasásra, illetve az ahhoz kapcsolódó feladatnak a megoldására. Több gyermekünk szerepelhetett, és ennek nagyon örültek, hiszen tudjuk azt, hogy egy osztályban nagyon sok tehetséges gyermek van, de akkor, amikor ki kell választani, és szigorúan meg van kötve, hogy egy vagy két tanuló vehet részt egy iskolából, akkor a pedagóguson a felelősség, és én tudom, hogy ezt a kollégáim mindig nagyon nehezen élik meg, hogy most ki az, aki a leginkább megfelel a verseny kiírásainak, illetve a legjobb teljesítmény fogja hozni, és most ez egy kicsit lazábban lehetett venni, hiszen mindig úgy szokott lenni a versenyek előtt, hogy több tanuló készül, és akkor van egy házi válogató a versenyekre, hogy azért mindenki érezze a verseny, mert a gyerekek szeretnek versenyezni, és a verseny lázát egy kicsit, hogy mindenki megérezze. Most erre volt lehetőség, ugyanilyen volt az angol verseny is, máskor is 81-nehány versenyzőnk szokott lenni, de akkor jönnek a környező településeknek az iskoláiból is, illetve a városiskoláiból, most csak a mi gyerekeink. De volt a gyerekeink között is 80
három olyan jelentkező, aki szívesen megmérettette magát, bár itt is át kellett gondolnunk a versenynek a tematikáját, itt sem került sor a szóbeli megmérettetésre, csak a szövegértésre, illetve a nyelvtani feladatlapnak a kitöltésére. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is köszönöm szépen.